Az Óbecsei Pion Sakk Klub és a Szever Gyurkics Általános Iskola közös erővel szimultán sakkversenyt szervezett az Oktatási Intézmény folyosóján a klub két legerősebb sakkozója és az Óbecsei Általános Iskolák diákjai között. Az eredeti elképzelés az volt, hogy augusztusban a Felszabadulás téren tartanák ezt a díszbemutató jellegű rendezvényt, azzal a céllal, hogy a sportágat a legfiatalabb lakosok körében is népszerűsítsék. Azonban a sporteseményt a múlt pénteken a már említett iskolában tartották, amelyen a Szever Gyurkics, a Zdravko Klozsánszki és a Samu Mihály általános iskola diákjai vettek részt. A játszma célja, hogy foglalkoztassuk főként a gyerekeket, de városunk polgárait is. Elsősorban a gyerekekre összpontosítottunk, mivel szeretnénk kiszélesíteni a klubunkat fiatal sakkozókkal. A mi klubunk egy idős klub, tekintettel arra, hogy sok éven keresztül nem működtek sakkiskolák a fiatal sakkjátékosok részére. Idén szeretnénk ezt bepótolni. Megpróbálunk sakkiskolát szervezni, ahol legalább 10-től 15 fiatalra számítunk, akik a klubba eljárva intellektuálisan is fejlődhetnének, hiszen a sakkjáték az agy fejlesztésének egyik legjobb módja. A sakkal remekül fejleszthető a logika, a kombinatorika. Arra hajt bennünket, hogy döntéseket hozzunk, majd ezt követően, hogy viseljük is a döntéseink, azaz a lépéseink következményeit. A sakkban egyetlen rossz lépés is elegendő ahhoz, hogy elveszítsük a játszmát, vagy egyetlen jó lépés is, hogy megnyerjük azt. Nem véletlen, hogy ebben az oktatási intézménybe került sor a játszmára, amit az is bizonyít, hogy ennek az iskolának a felső tagozatos tanulói irigylésre méltó eredményeket értek el és érnek el a versenyeken. Tanulóink már két egymást követő évben is eljutottak az országos sakkbajnokságra. Idén úgy gondoltuk, hogy az egyváltásos munkarendszerbe beiktatnánk ezt a szakkört, és eddig mintegy 30 érdeklődő diákunk van. Vannak teljesen kezdőink, de olyanok is, akik már sakkoznak. Az érdeklődés továbbra is fennáll. A versenyen Momcsilo Dragovics Fide mester mellett a törökbecsei Ivan Popov mesterjelölt is részt vett. A szimultán játéknak három formája van. Ez a rendezvény az a rendszer szerint zajlott, hogy a legjobb klubjátékosok felváltva, tábláról táblára haladva egy-egy lépéssel játszottak több iskolás ellen. A Pion Sakk Klubnak egyébként jelenleg körülbelül 15 tagja van, azzal, hogy mind a 9 győzelmével megszerezte az első helyet az Újvidéki Ligában. Így magasabb rangra, pontosabban a Délbácskai Ligába került. Magasabb rangra jutottunk, és úgy gondolom, hogy ennél is feljebb fogunk jutni, ha nem is jövőre, de két év múlva biztosan. Ez a két játékosunk sokat tesz, mi többiek pedig kiegészítjük őket. Ők mindenhonnan pontokkal térnek haza. Így nekünk többieknek az a feladatunk, hogy a 6 táblán megszerezzük a 3,5 ponthoz szükséges másfél pontot.